A cím nélküli film rendezője Ron Howard rengeteg Twitter, illetve Instagram bejegyzéssel árasztott el minket a készülő filmmel kapcsolatban, legalábbis amióta átvette a stafétabotot Phil és Chris Miller-től. Ezek között volt igazán semmit mondó, de igazán klassz és érdekfeszítő poszt is. Ez utóbbi képpel például egy korábbi videóban bővebben foglalkozom. Itt egy másik érdekes bejegyzés, alatt olvashatjuk hashtag bink kérdőjel. Őszinte megmondom nektek, fogalmam sem volt, hogy ez pontosan mit is akar jelenteni, csak utólag tudtam meg, hogy két ma már a legendák kategóriába tartozó karakter, te Greenlee és Bing Otauna nevét takarja ez a poszt, Kevin Rubio képregényeiből. A filmben feltetőleg csak egy cameo, egy beugró szerepük lesz, egyébként pedig John Cashden a film forgatókönyvírója és Toby Hefferman a rendezői asszisztens fogja őket megjeleníteni. Mindezek mellett a tweetre Kevin Rubio a képregények írója is reagált. fordításban Szent... <tosz> Most voltam magam. Ron Howard beemelte a hivatalos kánonba a képregényemet. Válaszul írt John Cash a forgatókönyvíró. Köszi Kevin, hatalmas rajongójuk vagyok, úgyhogy muszáj volt beemelnem őket is a sztoriba, sőt a biztonság kedvéért nekem és Toby Heffermannek kellett eljátszanom őket. Régóta kíváncsi voltam már, hogy a Red Cup, azaz piros pohár, forgatási címmel elfedett, cím nélküli hanszóló filmnek mi is lesz a végső kész címe. Ráadásul annyi ideig húzták a bejelentést, hogy tényleg úgy voltam vele, hogy mondom, mondom, mondom biztos valami, valami extravagáns, valami hatalmas, valami különleges bejelentés lesz, valami különleges és tényleg exkluzív címmel. Már olyan járt az eszem, hogy Solo, a Smuggler's Way, vagy Kessel, Run of a Smuggler, stb. Utólag persze mondtam magamban, hogy te kis naív, mert hát ugye a két legkézenfekvőbb cím, tehát a Han Solo a Star Wars Story és a Solo a Star Wars Story címeken kívül tényleg mi más lehetett volna. Ráadásul már a Zsivány egyesnél, még az első bejelentésnél, amikor még csak még nem is a Star Wars Story volt a címe, hanem Star Wars Antológia, Star Wars Anthology, akkor is lehetett sejteni, lehetett tudni, hogy minimum az első három különálló Star Wars filmet biztosan valamilyen összefoglaló névvel fogják ellátni, vagy a Star Wars Anthology, vagy pedig az ö Star Wars Story, az az egy Star Wars történet lesz. És ebből tényleg itt is lehetett tudni, hogy a Han Solo film címében is biztos, hogy benne lesz ez, biztos, hogy ezzel az alcímmel lesz ellátva. És akkor a bejelentés. Hát nem mondhatjuk egy szokványos bejelentésnek, én többre számítottam volna, legalábbis az utolsó Jedi címének bejelentéséhez képest, ami azért mondjuk meg óriási felhajtás volt azzal kapcsolatban, de hát ugye mégis az egy Star Wars Celebration volt. Annyi volt, hogy Ron Howard, a, a rendező feltett Twitterre egy posztot, egy ilyen kis videót, és ebben mondja el a film végső címét, ebből fedi fel számunkra. Én ezt feltettem nektek, magát az eredeti linket is megtaláljátok alul a videóban, illetve feltettem nektek külön Youtube-ra is ezt a videót, a magyar felirattal, de ide is bevágtam, úgyhogy most itt is megnézhetitek. Hi, Well, as we wrap up production, I just want to take this moment to, to thank an incredibly talented cast and crew for all their hard work. And to the fans out there, I hope you've enjoyed the pictures uh, that I've been sharing, pictures that I've taken from the set of... Can, can we even say the name of the movie? I'll see you next year.: No, volt a. bejelentő videó, amiben a címet felfedték előttünk, tehát Solo a Star Wars Story, szinte 1189% hogy magyarul is ennyi lesz a címe, tehát Solo egy Star Wars történet, a zsiványügyest ahhoz hasonlóan. Kis érdekesség, miért kapta a Red Cup forgatási címet, miért volt ezzel a névvel eltakarva ez a film. Nagyon egyszerű dolog, igazából nem tudom, hogy ez a címadás a korábbi rendező párosnak, Phil Lord, illetve Chris Millernek, hogy az ő humoruknak köszönhető, mert ugye köztudott, hogy ő, nekik jó humorérzékük van. Csak annyi, ami biztos, hogy maga a cím egy utalás. Amerikában ugyanis van egy ilyen eldobhatós piros-sörös pohár, aminek a márka neve az, hogy Solo. És akkor ebből következik az, hogy ha ha a piros pohár magát szólónak hívja, akkor a szóló című film piros pohárnak fogja magát hívni. Egyébként írjátok meg kommentbe, hogy szerintetek jó ez a cím, nektek tetszik-e, illetve hogy mi lehetett volna más, kicsit extrább, kicsit klasszabb, másik, vagányabb, menőbb cím ennek a filmnek. Alul írjátok le kommentekben. Jó, ez itt a Star Wars Empire hírek volt. Találkozunk legközelebb, és az erő legyen veletek. Sziasztok! Ha nem szeretnél lemaradni a legfrissebb Star Wars hírekről, teóriákról és elemzésekről, iratkozz fel a csatornára és kattints a kis harangra az értesítések bekapcsolásához. Ha tetszik ez a videó, nyomj egy lájkot és oszd meg!